Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó reggelt kívánok! Németországról fogunk beszélgetni, arról a Németországról, amely mostanában mind a külpolitikai, mind a belpolitikai események miatt egyre több figyelem keresztüzébe kerül, meg mindenki várja, hogy mi fog történni, mert hogy ami Németországban történik, az az egész Európára hatással van, és hát különös tekintettel Magyarországra. Kezdjük a külpolitikával, ugye múlt pénteken találkozott Olaf Scholz német kancellár a francia elnökkel és a lengyel miniszterelnökkel, és azt lehetett látni, hogy minthogyha eltérőek lennének az álláspontok Ukrajna támogatását illetően, legalábbis kommunikációs szempontból. Ez csak kommunikáció, vagy valóban vannak elvi különbségek, főleg Olaf Scholz és Emmanuel Macron között? Természetesen mindig vannak nézeteltérések, különbségek, viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a formátum, a német-magyar, német-francia tengely, kiegészítve Lengyelországgal, az úgynevezett weimari formátum, ezt régen megalakították, de az utolsó években egyre kevesebb aktivitást mutatott. Most, hogy világnézetileg inkább bal-közép kormányok vezetik ezeket az országokat, megint egymásra talált ez a három ország, és főleg Lengyelországot üdvözölték úgymond megint új partnerként, Donald Tusk személyében, aki egyértelművé tette, hogy ő keresi a nagy nyugati országok társaságát, és keresi eddig a nyugat által felkínált javaslatokat, felkínált válaszokat, és nem törekszik egy saját közép-európai álláspont kialakítására. Természetesen a német-francia viszonyban is vannak nézeteltérések, ezek nem tegnap óta vannak, hanem igazándiból már a jelzőlámpa koalíció felállásá körül kialakultak. Ez főleg ugye a beszerzések kérdése, hogy közös európai fejlesztések legyenek-e védelmi politika beszerzések területén, vagy viszont inkább amerikai beszerzésekre kellene koncentrálni. Utóbbi állásponton van Németország. És ugye olyan kérdések is felmerültek, mint az energiapolitika Németország meg Francia között, akár az Európa politika közösség, ami egy nagy francia projekt volt. Azaz vannak nézeteltérések, de most ezeket a nézeteltéréseket próbálták átfedni, és próbáltak egy egyértelmű pro-ukrán álláspontot megfogalmazni, és ezek az ellentétekről kevésbé beszélni. Na majd mindjárt beszélünk róla, viszont még egy kérdés ehhez a német-francia-lengyel tengelyhez, hogy Lengyelország szerepe a weimari hármaknak a találkozóján az azt is jelezheti, hogy inkább a weimari hármak, mint a visegrádi négyek? Ez fontos kérdés. A lengyel politika eddig ugye próbálta ezt a kérdést elkerülni, próbálta mind a kettő formátumot életbe tartani, de egyértelmű, hogy a PIO kormányok alatt mindig a weimari háromszög szeretett, weimari háromszögnek a szerepét erősítették, és a Visegrád az kevésbé volt hangsúlyos. Most ugye tudjuk, hogy a visegrádi együttműködéstől a lengyelek próbálnak elfordulni a tekintetbe, hogy ezt a nyugati formátumot erősítik. És Lengyelországban egyébként már dinasztiákra visszamenőleg és történelmek is visszamenőleg mindig volt egy különböző megítélés annak a kérdésnek, hogy Lengyelország most úgymond fejlett nyugat része, és a nyugatiakkal, a nagy nyugati országokkal játszik egy ligába, vagy viszont inkább közép-kelet-európai térségben vezető szerepre törekszik. Ezt a kérdést nem döntötték el a lengyelek, nagyon gyakran meg ide-oda állásponton voltak. Most viszont Donald Tusk egyértelműen a weimari együttműködés irányába tereli a hangsúlyt, és én úgy ítélem meg, hogy amíg Donald Tusk a lengyel kormányfő, addig a visegrádi négyeknek a kooperáció nem lesz olyan erős, mint valaha volt. Beszéljünk akkor arról, hogy ki hogyan szeretné támogatni Ukrajnát, és úgy tűnik, mintha itt a német stratégia az nem a külpolitikai irányvonalakból indulna ki, vagy a külpolitikai stratégiából, hanem a belpolitikai vitákból. Mert hogy más gondolnak a zöldek, más gondolnak a liberálisok, és más gondolnak a szociáldemokraták, még a koalíción belül is. Mennyire lehet egyébként markánsan elkülöníteni az egyes álláspontokat? Nagyon nehéz ezt ilyen markánsan szétválasztani, viszont az egyértelműen kijelenthető, hogy ebben az egész pro-ukrán koalícióban, ezt most így fogalmaznánk meg, a CDU-nak, meg a zöldeknek
és kicsit még a liberális pártnak volt egy nagyon erőteljes álláspontja. A szociáldemokraták inkább egy kicsit próbálták kiegyensúlyozottabban kezelni ezt a kérdést, és egészen természetes, hogy a belpolitikai viták, a belpolitikai konfliktusok, a belpolitikai állás rányomja a bélyegét a külpolitikai döntéshozatalra, és ez szerintem sok országban így van. Németország azért különleges, és azért nehézkesen mozog a nemzetközi terepen, mert nem csak egy hárompárti koalíció kormányozza Németországot a szövetségi szinten, ugye a jelzőlámpa koalíció formájában, hanem ugye nagyon sok tartományban, nagyon sok különböző felállásban különböző pártok kormányoznak. És összességében elmondható, hogy a szociáldemokraták egyébként historikusan is, mindig Oroszországgal kapcsolatosan mindig egy kicsit kiegyensúlyozott állásponton voltak. Nagyon erőteljes a CDU, nagyon erőteljesek a zöldek, akik legszívesebben már az első perctől kezdve teljes mértékben felfedezték volna Ukrajnát, és ugye itt a döntő tényező az az, hogy úgy gondolják sokan, hogy az ukránok meg tudják nyerni háborút, csak elég eszköz kell a kezükbe adni. Itt a szociáldemokratáknál egy kicsit ezt óvatosabban látják, és a Taurus szállításokkal kapcsolatosan Olaf Scholz egy kicsit próbált visszavenni a tempóból, de ugye különböző álláspontok vannak, egyébként a franciákkal is, ahol ugye Emmanuel Macron, francia elnök pár héttel ezelőtt azzal a javaslattal állt elő, hogy ugye nem kizárható, hogy akár NATO csapatok is ukrán területen harcolnak majd ukrán oldalon. Azaz itt különböző álláspontok vannak. Bocsánat, akkor az viszont ide tartozik, hogy ugye korábban Annalena Baerbock meg azt mondta, ez még, hát most már jó, talán egy évvel ezelőtt is volt, hogy a NATO hadban áll Oroszországgal, nagyjából ez volt az üzenete, és most Olaf Scholz pénteken pont a Weimari hármak találkozóján azt mondta, hogy a NATO nem áll hadban Oroszországgal. Hát formálisan a NATO nem áll hadban Oroszországban, ez teljesen természetesen, de amikor a NATO tagországoknak a zöme óriási pénzmennyiséggel, katonai felszereltség, gyakorlatilag életbe tartják az ukránoknak a küzdelmét, és életbe tartják az ukrán államot, és életbe tartják gyakorlatilag háború továbbfezetését, mert ez így van, akkor ez már csak egy fogalmi kérdés, hogy kivel áll hadban. És e tekintetben Annalena Baerbock természetesen formáljogilag tévedett, amikor azt mondta, hogy NATO hadban áll, de politikailag, illetve a politika dimenzióját figyelembe véve némi igazság volt abban a kijelentésben. És innentől kezdve, amikor Németország ugye az EU-s tagországok közül első számú helyen szerepel már a fegyverkezésben, innentől kezdve már nehéz visszatáncolni, illetve nehéz egy visszautat találni a német politikának, mert nagyon elközelezték magukat, és minél több energiát, pénzt, eszközt raknak ebbe a háborúba, annál nehezebb lesz a végén valamilyen módon béketárgyalások irányába terendő, mert túl sok az elveszett emberélet, túl sok az elveszett muníció, a pénz, és valamilyen módon ezt nem akarták volna értelmetlenül odaadni. A végeredményben minden fegyverszüneti megállapodás vagy béketárgyalás valamilyen módon olyan irányba vinni a dolgokat, ami már egyébként akár két évvel ezelőtt is volt, és akkor az a nagy kérdés felvetődik, hogy akkor minek ez az egész. Ezzel párhuzamosan nemrég kiderült az, hogy a Bundestagban volt egy ülés, ami a Taurus rakétáknak a küldéséről szólt. Itt a Védelmi Bizottságnak ez egy kibővített ülése volt tulajdonképpen. Azt írja az Inforádió honlapja, hogy a nyilvánosságnak eddig arról sem volt tudomása Németországban, hogy egyáltalán létezik egy ilyen testület. Most azonban megtudhatták, hogy forró témákról rendszeresen üléseznek. És itt többek között egyébként a német főfelügyelő arról tájékoztatta az embereket, hogy volt egy 20 perces előadása, és akkor ebben arról beszélt, hogy a Tauruszok Ukrajnának történő szállítása rendkívüli kockázatokkal járna Németország biztonságára, mert hogy a német fegyveres erők hadműveleti képessége forog kockán, és állítólag az előadását, Carsten Breuernek hívják egyébként a Bundeswehr főfelügyelőjét, az előadását megdöbbent csend fogadta, és a hallottak pedig egyértelműen Olaf Scholz elutasító érveit erősítették meg. Ugye a hivatalos indok az az volt, hogy 500 km hatótávolságú a Taurus rakétáknak a hatótávolságra, és az ukrán területről akár Moszkvát is elérni képes. De akkor lehet, hogy valójában azért nem akarják odaadni a Taurusokat, mert azzal már tulajdonképpen a német fegyverarzenálnak az erőssége, minősége csökkenne?
sok szempont van itt. Természetesen csökkenhet ilyenkor a német haderőnek a képessége. Ha most összevetjük a két évvel ezelőtti helyzetet, amikor ugye felébredt Németország 2022. februárjában arra, hogy valószínűleg önmagát se tudná megvédeni, és hogy nagyon rossz a bundeswehr felszereltsége, a morálja, etc. etc. Ahhoz képest ugye pár nappal később Olaf Scholz bejelentett egy óriási történelmi 100 milliárd eurós csomagot. Ebből túl sok minden nem történt. A beszerzések lassan haladnak, és időközben nagyon sok fegyvert szállított Németország Ukrajna irányába. Azaz jogos lenne az a kérdésfeltevés, hogy két évvel a háború kitörése után Németország jobban tudna védekezni, vagy rosszabbul. És miután nagyon sok fegyvert már szállítottak, kevesebb a felszereltség a Bundeswehrnek, mint két évvel ezelőtt. Így aztán a kérdőjelet ott hagynám, és minden hallgató dönts el, hogy Németország most jobb állapotban van-e két évvel ezelőtthez képest, vagy rosszabb állapotban. Ez az egyik szempont természetesen. A másik szempont, és erre a szociáldemokraták felhívtak a figyelmet, és Olaf Scholz is ebben ez irányban érvel, gyakorlatilag az orosz fél a háborúval közvetlen német beavatkozásként értékelhetni akár a Tauruszt, ugyanis ezt a fegyverrendszer üzemeltetéséhez minden bizony a német katonai személyzetnek is szüksége van a helyben, azaz gyakorlatilag német katonákat kellene ezzel küldeni Ukrajnába, hogy üzemeltessék azt a Tauruszt, vagy legalábbis betanítsák az ukránokat, és ilyenkor még egy lábbal beljebb lenne Németország ebben a háborúban, és nyilvánvalóan Scholz kancellár e tekintetben óvatos és kiegyensúlyozott politikát visz, ami természetesen zöldeknek, meg a liberálisoknak, a koalíciós társainak nem tetszik, az ellenzéki CDU-nak se tetszik. Tudni kell, hogy maga a CDU kezdeményezte azt a döntést, hogy szállítsanak Tauruszt, ezt a döntést a Bundeswehr elutasította. Szóval ez itt a helyzet, és nagyon nehéz lesz Olaf Scholznak innen kiutat találnia. Ráadásul nem csak ez a külpolitikai nehézségekkel kell szembenézni, hanem akár belpolitikai számos botrány övezi kancellárságát, nagyon rosszak a közvélemény kutatási eredményei, és innentől kezdve már csak időkérdés, míg a kormány ténylegesen valamilyen módon, még akár a ciklus közepette, akár meg is bukhat. Ez lehet az európai parlamenti választásokat követően, amikor nyilvánvalóan, majd nyilvánvalóvá válik a közvéleménykutatáson túl a valós támogatottság is. Szerintem ez nagyon fontos mérföldkő lesz, a június 9-i dátum, ez már kevesebb, mint 3 hónap, akkor tényleg kiderül, hogy melyik politikájának milyen a támogatottsága, és a jelenlegi közvéleménykutatási mérések szerint a jelzőlámpa koalíciók a tagjai csúnyán le fognak szerepelni. Ez az első nagy döntés, de ugye akkor nyári szünet van, én nem anticipálnám a kormány megbukását konkrétan az EP választás után, hanem inkább ott látom a krízist, amikor szeptember 1-én, illetve 22-én a kelet-német tartományokban kerül majd sor parlamenti választásokra. Türingiában, Szászországban szeptember 1-én, illetve Brandenburgban szeptember 22-én. Itt mindegyik tartományban a mérések szerint az AfD, Alternative für Deutschland szerel első helyen. És amikor tényleg arról van majd szó, hogy hogy lehet az AfD-t kiszorítani, vagy nem engedni hatalom közelbe, ott sokkal nagyobb konfliktusokat látok. Főleg a kép, hogy elképzelhető, hogy a jelzőlámpa koalíciónak egyes tagjai nem kerülnek be ezekbe a törvényhozásokba, és sokkal siralmasabb lesz a helyzet, mint eddig is volt. Ebben az esetben merül fel az a kérdés, hogy mit lép a CDU-CSU. Elkezdenek beszélgetni az AfD-vel, vagy továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy az AfD-vel nem, és itt hadd utaljak arra, hogy én néhány hónappal ezelőtt készítettem interjút az AfD EP listáján található második helyezett Petr Bistronnal, aki ugye cseh származású, de Németországban él, és én kérdeztem a szövetségi politikáról, és azt mondta, hogy hát ők most meg fogják nyerni a szászországi és a türingiai választásokat, az európai parlamenti választásokon is nagyon jó eredményre számítanak, és ők már nem fognak sehova kopogtatni, hanem várják azokat, akik velük szóba akarnak állni, akár a nemzetközi szintéren, de akár Németországon belül is, és aztán majd meglátják. Igen, ez egy nagyon reális forgatókönyv. Még 4-5 évvel ezelőtt a CDU ezt olcsó megúszhatta volna. Akkoriban az AfD hajlandó lett volna akár polgári
kormányokat, akiknek nincsen többségük, polgári kormányokat kisebbségben támogatni kívül, úgynevezett tolerálási javaslatot tett az AfD. Ez ugye Tomás Kemmerich, FDP-s politikus, 2020. február elején történő türingiai megválasztásakor erre voltak utalások, akkoriban gyakorlatilag a CDU, az AfD meg az FDP közösen megszavazta az FDP jelöltjét, Tomás Kemmerichet, akinek aztán botrányos körülmények között vissza kellett vonulnia. Angela Merkel úgymond oldalról bekiabált, hogy vissza kell csinálni ezt az eredményt, nem elfogadható. Akkor még ezt olcsón megúszhatták volna. Most már, és erre utalnak a Biztronulnak a kijelentése is, az AfD első pozícióval indul, és a 30-35-38%-os szavazataránya akár úgy alakulhat, hogy egészen kevés választja már őket el az abszolút többséghez. Azaz mindenképpen úgy kell kalkulálni, hogy az AfD a mandátumnak több mint egy harmadát meg tudja szerezni. Ezzel a blokkoló kisebbségben van, nagyon sok helyen pozíciókat, tisztségviselőket kétharmados többséggel kell megválasztani, és ilyenkor egy olyan kiszorítósdi, hogy mindenki az AfD ellen, az már nagyon nehéz lesz. Ugye ez volt az úgynevezett Brandmauer, amiről szó volt, ez a tűzfal, hogy az AfD-vel nem szabad szobálni, nem szabad velük együttműködni. De amikor valaki már első helyen szerepel, jelentős többséggel, majdnem, hogy abszolút többséget szerez, mindenki más az AfD ellen, ez már nem reális. Az AfD elő fog állni egy javaslattal, ha első helyen végez, és várja majd természetesen a többiek csatlakozását. Erre nem fog sor kerülni, de nem tartanám kizártnak, hogy a CDU-ból, vagy akár az FDP-ből, amennyiben bejutna, egyesek átszivárognak az AfD, akár a frakcióba, vagy függetlenként támogatnának akár egy AfD kezdeményezte tartományi kormányt, például Szászország vagy Türingiában. Na de, van még egy ismeretlen az egész számításban, ez Sarah Wagenknecht fémjelezte, Bündnis Sarah Wagenknecht, BSV, baloldali párt. Ők erőszimpátiával rendelkeznek, és a szavazóik is erőszimpátiával rendelkeznek AfD-s pozíciókkal kapcsolatban. Lehet ez is látni, hogy mióta szűre léptek, gyengült az AfD támogatottsága néhány százalék. Minimálisan gyengült az AfD támogatottsága. Ez összefügg január végén lépett színre, ugye Sarah Wagenknecht, összefügg Sarah Wagenknecht megjelenésével, egy kicsit összefügg a AfD ellen szervezett nagy tüntetésekkel, amiket ugye Németország szerte megtartottak különböző nagyvárosokban, 2-3%-kal gyengült AfD szövetségi szinten, de tartományi szinten, ugye három tartományról beszéltünk, ott ez nem szignifikáns. Változatlan első helyen szerepel, és változatlan az a forgatókönyv, hogy az AfD fog javasolni ott kormányt, akár AfD-s kormányt, akár úgymond független kormányt, vagy külső szakértőkkel, és akkor el kell dönteni a többi pártnak, hogy akkor továbbá játsszák azt a játékot, hogy az AfD-t kint tartják, mindenki összefog az AfD ellen, vagy viszont valamilyen módon átszivárognak. De az se kizárt, hogy Wagenknecht asszony fogja eldönteni ezt a játszmát, és ő, neki nincsenek skrupulusai az AfD oldala mellé állni, miután ugye nagyon sok pozícióban az ő szavazói, ő maga nagyon AfD közeli állásponton helyezkedik el. Ami ugye, a migrációt illeti, genderkérdés illeti, gondolat, ukrán kérdés. Hogy azért nincs túl balra és túl jobbra az AfD és Sarah Wagenknechtnek a pártja ahhoz, hogy összefogjanak? Szerintem manapság ezek a jobb oldali, baloldali dihotómiák annyira nem érvényesek. Egyébként is a politika tudományban szoktak arról beszélni, hogy az egész baloldal, egész jobb oldal helyezkedő formációk akár együtt is tudnak működni bizonyos kérdések mentén. De itt ugye más kérdéskörök is felülírják az aktuális diskurzusokat, és itt az első és a legfontosabb kérdés az a menekült politika, az a migráns politika. Ugye Németországban nagyon sok migráció van, minden évben fokozódnak a számok, nagyon rossz a helyzet, nagyon sok helyen egyszerűen nem tudják már fizikailag elhelyezni a migránsokat, számos lakhatási, oktatásügyi, szociális, gazdasági, munkaerőpiaci és biztonsági kérdéseket előidézve, az embereknek elegük van a migrációból, 70-80% úgy véli, hogy itt egy fordulatra van szükség, és ezt Wagenknecht asszony nagyon hitelesen tudja képviselni, úgy, mint az AfD is. Rájön erre még az energiakérdés, az ukrán háborúnak a folytatásának a kérdése, a több 10 milliárd, ami a fegyverkezésbe, az ukrán menekültekre, akár az energiáraknak a drágulására rámegy, és ez főleg a kisebb emberek szenvedik meg, és ők viszont rosszabb keresettel rendelkező emberek szenvedik meg, ők viszont előszeretettel támogatják Wagenknecht asszonyt és az AfD-t. Azaz, ezeknél a kérdéseknél, és főleg ugye tartományi szinten
szakszerű döntéseket kell hozni, ott kevésbé ideologizált a pártpolitika, hanem tényleg, hogy ország vezetéséről van szó, kisebb mértékegységekben. Ott nem tartom kizártnak, hogy az AfD akár Wagenknecht asszonnyal koalíciót kötne, vagy együttműködnének, sőt, a CDU se zárkozott el attól, hogy Wagenknecht asszonnyal szövetséget kössön. Azaz érdekes lehet majd az a felállás, ha például Szászországban három nagy blokk lesz, Wagenknecht asszony, a CDU és az AfD, és akkor a három pártból kettőnek valamilyen módon együtt kell működnie. Ez érdekes lesz, de a CDU ettől nem zárkozott el. Ugyanis a CDU-nak olyan határozata van, hogy az AfD-vel nem működik együtt, és a Linkspartájjal, de tudjuk, hogy Wagenknecht asszony már nem Linkspartáj, kijött a Linkspartájból, a balpártból, saját formáció van, így a korábbi döntés is nem érvényes e tekintetben Wagenknecht asszonynak. Annak mennyire van üzenetértéke, ha megszűnnek pártok, süllyesztőbe mennek pártok Németországban, a hagyományos pártok, amelyek több évtizede jelen vannak? Elképzelhető. Én ott tartom ezt reálisnak a CDU tekintetében, hogy a CDU szakad a kérdés mentén, hogy az AfD-vel lehet együttműködni. Ugye a hivatalos szövetségi szinten hozott döntés alapján nem működnek együtt, de tudjuk azt is, hogy tartományi szinten, kiváltképp Szászországban és Türingiában nagyon sok CDU-s, Szász-Anhaltban is egyébként, nagyon sok CDU-s szívesen működne itt az AfD-vel. Hogy ez most többség, azt nem tudom megmondani, de amikor kettő rossz között kell választani, úgymond baloldali pártokkal, mindenkivel együttműködni az AfD ellen, vagy viszont az AfD-vel együtt kormányozni, vagy az AfD kormány támogatni, akkor a kettő rossz között a CDU, vagy akár a CDU tagság akár felőrlődhet. És én nagyon reálisnak tartom, hogy a CDU formáció, az összes formáció között, illetve a jelenlegi felállásban még inkább arra toródik. Ugyanis a baloldali pártok, most itt a zöldekről beszélek, a szociáldemokratákról és a liberális FDP-ről is, akik most a baloldali koalíció tagjai, a baloldali pártok szavazói egyre inkább rájönnek arra, hogy igazán az ő pártjaiknak kevés esélyük van bejutni ezekbe a parlamentekbe, és inkább a CDU-ra szavaznak, úgymond, hogy a CDU erősebb legyen, mint az AfD, és az AfD-t megakadályozzák. Azaz a CDU a szavazói mozgás tekintetében is inkább arra fog mozdulni. Amikor viszont ott áll a döntés, hogy koalíciót kell alkotni, kormányokat kell felállítani, akkor a CDU tagsága ezt nagyon nehezen fogja viselni, hogy vagy teljesen az AfD-en, vagy az AfD-en, szóval valahogy így is, úgy is a tagság egy része ki fog menni, és akár pártszakadásra is kerülhet sor. E tekintetben a CDU jövőjét illetően a CDU számára valószínűleg az lenne legkívánatosabb, hogy az AfD kormányozna Wagenknecht asszonnyal, mert akkor például ezt a kérdést nem kellene eldönteni a CDU-ban. Önnel is beszélgettünk már arról, hogy mindezek mellett a zöldek viszont akár még erősödnek is. Miközben, ugye, ha valakik, akkor például fegyverküldés esetében hát nem konzekvensen ragaszkodtak a politikájukhoz. Most a Taurus rakétáknál is azt lehet hallani, hogy például Annalena Baerbock külügyminiszter gondolkodik azon, hogy milyen olyan forgatókönyv valósulhatna meg, hogy akár Nagy-Britanniának eladják, odaadják a Taurus rakétákat, és akkor Nagy-Britannia pedig Storm Shadow rakétákat küld Ukrajnának, és különböző variációk vannak. Szóval mi az ok annak, hogy a zöldek támogatottsága folyamatosan növekszik, miközben innen nézve Annalena Baerbock és a többi zöld politikus hát nem éppen tűnik túl karizmatikus vagy konzekvens vezetőnek. Ugye a zöldeknél azt kell tudni, hogy 16 évig előtte nem kormányoztak, az ellenzékben voltnak. És vélt, vagy valós, vagy valósnak vélt társadalmi elvárásoknak megfelelve Angela Merkel próbált olyan sok zöld pozíciót beemelni a saját programjába, megvalósítani. A zöldek 16 év után kormányoznak, és nagyon meg akarják mutatni, mit tudnak, és ők a saját baloldali, progresszív, nagyvárosi, nagyon elitista szavazóinak próbálnak megfelelni. Ezek azok a szavazók, és úgy szokták egy kicsit élesen mondani, akik a nagy jippel, nagy SUV-val mennek a bio zöldség piacra vásárolni bio termékeket, amik ugye a normál lakosság számára megfizethetetlenek. És a zöldeknek a támogatottsága bár minimálisan csökkent a választások óta, és egyébként azokhoz a mérésekhez képest, amik még egy évvel ezelőtt voltak, de nem olyan szignifikánsan csökkent, mint akár az FDP vagy az SPD. Ennek az az oka,
hogy baloldalon belül átrendezésre kerül sor. A szociáldemokraták veszítenek talajt, veszítenek támogatottságot, viszont a zöldek nagyon határozottan kiállnak, ezek a baloldali, illetve inkább ilyen identitáspolitikai, balliberális zöld értékek mellett, és ez a megmaradó zöld szavazók számára, vagy megmaradó baloldali szavazók számára szimpatikus. Ezt kb. Úgy kell elképzelni, mint a magyar baloldal, meg Gyurcsány Ferenc. Nélküle sem megy, de vele sem megy igazán. És a zöldek mindig ott lesznek, és mindig megvan az a 10-12-15%-i támogatottságuk, és maguk köré csoportosítják a baloldali identitáspolitikában hívő balliberális embereket. Ugyanúgy Gyurcsány Ferenc Magyarországon mindig ott van a baloldalon, és egyszerűen nem lehet tőle megszabadulni, és mindig megmondó ember lesz. Így kell kb. Elképzelni a zöldek szerepét is a német pártpolitikában. Továbbra is arra számít, hogy a zöldek gyakorlatilag megkerülhetetlenek lesznek, vagy akár egy esetleges politikai fordulat esetén ellenzékbe szorulhatnak. Kérdezem ezt azért, mert ugye a CDU-CSU szintén nem zárkózik el azért attól, hogy a zöldekkel koalícióra lépjen, tehát itt egészen sokfajta árnyalata létrejöhet egy koalíciónak. Nagyon sok árnyalat van, nagyon sok különböző lehetőség van, ugye most jelenleg 8 párti parlament van Németországban, és most nagyon kétesélyes, hogy akár ez most egy 6 párti parlament lehet, akár egy 9 vagy 10 párti parlament, szóval nagyon sok különböző új aktor jelent meg, hollandizálódnak a viszonyok, szivárványviszonyok vannak, és gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Ami viszont biztos, hogy az általam leírt tendencia, hogy a zöldek viszonylag populárisak, a balliberálisok identitáspolitikai körökben, ugyanúgy érvényes az, hogy az őslakosság köreiben a zöld párt elutasítottsága folyamatosan nő. Folyamatosan nő az utolsó egy évben, mert nagyon sok ember, nagyon sok szavazó rájött arra, hogy a zöld politika, amit ugye most itt művelnek, ez nagyon ideologizált politika, nagyon egy szűk körnek szól, és nagyon nem képvisel a lakosságnak az átfogó érdekeit. Kiváltképp érvényes az ukrán politikában, kiváltképp érvényes az energiapolitikában, a gazdaságpolitikában, de akár a társadalompolitikában is, ahol a németek egyszerűen nem tudják elhinni, hogy azok a dolgok, amit a zöldek proponálnak, például a gender nyelvezet, gender ideológia, ez tényleg jó-e most a németeknek. Azaz a zöldek elutasítottsága magas. Két évvel ezelőtt még, amikor például Schleswig-Holsteinban a CDU, még akár az FDP-vel is egy polgári többséget tudott volna alkotni, akkor inkább a zöldekkel kötött koalíciót Kielben 2022. májusában. Mert próbálta továbbvinni ezt a merkelista vonalat, centrista vonalat, hogy a zöldekkel együtt kell működni. Most már fordult a kocka. Tavaly októberben például Hessenben volt választás, és Boris Rhein, CDU-s miniszterelnök, az eddig egyébként sikeresnek titulált és sikeresnek vélt a fekete-zöld koalíciót nem folytatta, és inkább a szociáldemokratákkal kötött egyességet, és így most Hessenben gyakorlatilag lecserélte 10 év után a zöldeket a szociáldemokratákra. Ez a tendencia megjelenik máshol is. Korábban nagy zöldpárti szimpátiákkal rendelkező Markus Söder bajor miniszterelnök most az őszi kampány során Bajorországban határozottan kijelentette, hogy a zöldekkel nem lesz koalíció, és ez szimpatikus volt sok szavazó számára. Azaz, én inkább úgy látom, hogy a CDU-nak megvan az esélye matematikailag, akkor inkább a szociáldemokratákkal próbál majd szövetségi szinten koalíciót alkotni, és ha nem lenne elég, akkor esetleg még a szabaddemokratákat is bevonják. Kérdés persze az, hogy 2025 őszére szabaddemokraták egyáltalán bekerülnek-e még a Bundestagba, vagy akár onnan ki tudnak potyogni, mint egyébként korábban erre volt már példa. Hogy látja most ezeket az esélyeket? Mert egyelőre azért úgy tűnt, hogy a szabaddemokraták, hogyha azon múlik, akkor egyrészt felül írhatnak minden elvet, nagyon gyorsan kiugranak a koalícióba, mást támogatnak. Ennek fényében kérdezem, hogy hogy látja az esélyeket? A szabaddemokrata pártnak a története a folyamatos koalíciós váltásokról szól. Ugye 69-ben belementek a szociálliberális kormányzatba, és ezzel a CDU-t ellenzékbe juttatva 82-ig folytatták ezt a együttműködést. Onnan aztán váltottak, és gyakorlatilag a meleg miniszteri székekből meleg miniszteri székekbe váltottak, amikor Helmut Kohlt választották meg Helmut Schmidt ellenében 82. október 1-én kancellárává. Azaz mindig váltottak, és bár az utolsó években aztán Helmut Kohl sokáig kormányozta 98-ig, és őket inkább a jobb oldal részeként tekint a német közben, és magukat is polgári liberális pártként írják le. De ez a váltás 2021-ben radikális volt, hiszen a korábbi mondását felülírta Christian Lindner, ugye a 17-es koalíciós tárgyalások során
amikor CDU-zöld FDP kormány készült, úgy mondta, hogy inkább nem kormányozzunk, mint rosszul kormányozzunk. Ez annyira ráégett ez a kijelentés, mindenki úgymond gyávának tartotta, hogy 21-be viszont már sokkal rosszabb opciót, a szociáldemokratákkal és a zöldekkel történő kormányzást választania kellett, úgymond, hogy ne legyen teljesen szava hihetetlen. Így aztán egy éles váltás volt, 11,5%-on állt az FDP, mai mérések szerint 4-5% között táncol, azaz gyakorlatilag szavazóinak a kétharmadát elvesztette. És erre vannak egyébként nagy mintájú mérések is, ugyanis Berlinben februárban gyakorlatilag egy megismételt választás során nagyjából több százezer ember szavazott, és ott is az FDP a szavazóinak a kétharmadát elvesztette. Azaz az FDP egzisztenciális kérdésben van, egzisztenciális kihívásai vannak, és egyes elemzők szerint, ha nem lép ki most a koalícióból, akkor a választók nagyon csúnyán meg fogják büntetni. Nem szimpatikus ez a koalíció a választóknak, 70-80% elutasítja, és az FDP sorsa megpecsételődött ebben a koalícióban, semmi pozitívat nem tud kihozni, és a szavazók is így látják, az az FDP esélye teljesen kétesélyű. Én nagyra tennék rá, hogy az őszi tartományi választások már nem kerülnek be, és az EP-be is ugye csak azért tudnak bekerülni, mert ott nincsen 5%-os küszöb. Ugye itt gondolkodunk el azon, hogy vajon milyen konzekvenciákat lehet ebből levonni, illetve nem, tehát hogy egyelőre mindenki a különböző párt technikai machinációkkal megy, és nem azon, hogy mondjuk a politikáján változtasson, és hogy mondjuk az FDP is mennyire ragaszkodik a miniszteri székekhez, és mennyire meri azt mondani, hogy inkább a hosszú távú túlélése miatt kilép a koalícióból, vagy éppen változtat a programján. És időnként programbeli változások, vagy eltérések a koalíció másik két tagjához képest mintha lennének. Az elején nagyon úgy tűnt, hogy például az ukrán fegyverszállítások kapcsán van az FDP-nek egy közös bázisa nem csak a zöldekkel, hanem a CDU-CSU-val is. Ez a törésvonal ugye mai napig is folytatódik, ugye felvázoltam a szociáldemokratáknak a politikáját e tekintetben. De viszont miután a zöld pártnak a megítélése radikálisan megváltozott a szavazók körében, ugye beszéltem a zöldeknek a magas elutasítottságáról, gyakorlatilag a koalíciós váltás most úgy ciklus közepén, vagy kicsit később, mint ciklus közepén nagyon nagy nehézségekkel járnak. Ugyanis csak is olyan forgatókönyv képzelhető el, ahol úgymond leváltják a kispártok az SPD-t a CDU-ra. Na de ez most nem sokat hozna konyhára, ugyanis azok a problémás esetek, gazdaságpolitika, gender ideológia, ahol a választók egyértelműen váltást akarnak, migráció, az nem sokat változna. A zöldek bemaradnának a kormányban, és gyakorlatilag egyébként az ukrán politikában inkább óvatos SPD-t, egy inkább harcias CDU-ra váltanák le. Ez nem biztos, hogy megfelelne az általános tendenciáknak, a választói elvárásoknak. Azaz gyakorlatilag az FDP esélye az a kilépés, és aztán a úgymond újonnan felálló zöld-vörös kisebbségi koalíciónak a támogatásának eldöntése, hogy kívülről támogatják-e, vagy viszont nem támogatják. Ugye 2008-ban Magyarországon volt egy ilyen hasonló forgatókönyv, az SZDSZ kiugrott a Gyurcsányféle koalícióból, de viszont kívülről valamilyen módon mégis azt támogatták. Ez egy reális forgatókönyv, illetve még természetesen, ha nagyobb krízisbe jut, akkor akár az előrehozott választás forgatókönyve se olyan kizárt. És akkor ez az utolsó kérdésem, hogy várható-e nagyobb krízis, akár migrációs fronton, gazdasági fronton, vagy éppen háborús fronton? Bármilyen krízis elképzelhető, multiplis krízisek alakultak-e Németországban, itt főleg a megélhetés, a gazdasági helyzet, az infrastruktúra, a menekültek okozta, illetve a migráció okozta problémák, akár a háború további finanszírozással kapcsolatos problémák merülhetnek fel, és ez mind csoportosul a pénzügyi kérdések körül. Ez nagyon sok pénzbe kerül ez a politika, amit Németország visz, nem fenntartható politika, és előbb-utóbb anyagi csődhöz vezethet. Azaz innentől kezdve kell ezt megfogni, és ha tényleg Olaf Scholz úgy ítéli meg, akár bármelyik másik kérdés kapcsán, hogy elfogy körülötte levegő, bizalmi kérdés szavazást rendel el maga ellen, akkor igazán az FDP-n múlik, hogy akkor kiugranak-e vagy sem, és gyakorlatilag szabaddá teszik az utat az előrehozott választás irányába. Amíg az FDP 4-5% körül táncol, ők inkább egzisztenciás félelmükben belekapaszkodnak a miniszteri székekben, és minden jót reményve próbálják ezt a problémát úgymond elódázni. Azaz, a koalíciós társak nem nyernek egy előrehozott választással, ellenében az AfD-t erősítenék, az AfD 19-20%-on áll a mérésekben, a CDU is erősödne, ez nem áll a koalíciós társaknak az érdekében, azaz
Én úgy látom, hogy evickérés történik, és próbálják kihúzni az időt 2025. szeptemberig, de ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Bauer Bence, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.